120 éves a Bethlen Gábor Református Gimnázium épülete. A jeles évforduló alkalmára a diákok által készített, az iskolát ábrázoló rajzokból és fényképekből nyílt kiállítás. A mai eseményen jelen volt az építész unokája és dédunokája is, valamint a szakma jelentős képviselői. Sándi Gyula építész nevéhez fűződik a 120 évvel ezelőtt készült Vásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium épülete. A mai megnyitó meghívott vendége volt az építész unokája és dédunokája, valamint a szakma jelentős képviselői is, akik konferenciát tartottak a diákoknak. Az ő gondolatai az épületben fölismerhetők, a stílus, amelyet követ, a régi korokat fölidéző neogótikus, neoreneszánsz romantikus stílus, a magyar szecessziónak a vonásait is tükrözi, és az a szellemi eszmei jelentősége, hogy a tökéletességre törekvés jellemzi. Ez az épített örökség, ez nem egy holt tömeg, hanem szellem van benne, és hogyha szellem van benne, az tovább alkot és örökké él. Az épületet ábrázoló fotókból és rajzokból ma kiállítás is nyílt az iskolában. A legjobb pályamunkákat a zsűri értékes könyvjutalommal díjazta. Kis Péter egykori diák 4 darab képet készített a jeles napra. Olyan pici részleteket kerestem, ami annak ellenére, hogy ez egy elég egyedi épület, mégis ezek ismétlődő momentumokat és motivumokat sorakoztatja fel. Számomra a legérdekesebb felfedezése az volt, amikor csináltam a képeket, hogy a második emeleten, a Bodnár terem mellett egy dupla boltív van, aminek csak az egyik oldala használt. Ugyan ide jártam 6 éven keresztül, meg egy csomó minden köt ide, de én ezt nem vettem észre ennyire markánsan azelőtt. A diákok pályamunkáiból és Sándi Gyula egykori építészeti dokumentációiból nyílt kiállítást a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban lehet megtekinteni egészen június végéig.